kapjon az egységes európai szabadalom, és ezzel elindulhasson az, hogy végre egy egységes, olcsóbb és egyszerűbb szabadalom jöjjön létre Európában, amelyik elősegíti az innovációt, és egyébként elősegíti Magyarországon is a külföldi tőke bevonást. Én úgy gondolom, hogy mind a hazai gazdaságpolitikában, mind pedig azokon a lépéseken, amit az Európai Unió szintéren az elnökség idején meg tudunk tenni, egy irányba tudjuk segíteni a magyar gazdaságot. És köszönöm a figyelmet, kérem válaszom elfogadását. Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári válasz? Köszönöm szépen a szót. Államtitkár úr, értem, amit mond, csak azt nem értem, hogy akkor a kormányzat különböző szerepvállalói miért nem ugyanazt beszélik, amit ön mond. Akkor egy másik államtitkár mondjuk ugyanazon minisztérium keretei között például arról beszél, hogy 5 millió forintos értékhatár, támogatási határ az, ami célszerű, észszerű, amit be akarnak tartani. Akkor beszélnek egyet, mert akkor tudja mindenki, akiket érint is a támogatás, meg az is, akik forintjaiból ezeket a támogatást adják, hogy miről is szól a történet. A másik része a dolognak, hogy nagyon sajnálom, hogy abban a tekintetben nem mondott egyetlen gondolatot sem, ami nem az állam által támogatott nagy beruházásokat, hanem mondjuk a leghátrányosabb helyzetű térségekre érintő munkahelyteremtéseket, azoknak a támogatás rendszerét célozta volna meg, mert az legalább annyira fontos, hiszen tudja, akinek semmilyen nincs, az annyit is ér, mondták adott politikusok is, hogy ez a helyzet változzon, ahhoz bizony ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Így nyilvánvaló, hogy válaszát elfogadni nem tudom. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, képviselő a választ nem fogadta el. Kérdezem, a tisztelt Országgyűlést elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés az államtitkári válasz 202 igen szavazattal, 88 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, 15 óra 8 perc van, áttérünk az azonnali kérdések és kérdések órájára. Tisztelt Országgyűlés, Varjú László, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Az Én hazám nem disznól és az Öné címmel. Miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Navracsis Tibor közigazgatása és igazságügyi miniszter urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszterelnök úrtól személyesen kéri a választ? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm miniszter úr által felajánlott lehetőséget, de megvárom a miniszterelnök urat. Köszönöm. Köszönöm. Miniszterelnök úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés, Kis Péter, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Visszalépés a táppénzekkel címmel. Miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Halász János államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselőt, elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Elfogadom, elnök úr, köszönöm szépen. Megadom a szót, mint képviselő. Hozzászólásom tárgya visszaélés a táppénzekkel. Nos, ismerem azt a kormányzati szándékot, hogy a kormány a megújuló büntető törvénykönyvben külön jogi tényállást tervez a táppénz csalásra. És látom, hogy milyen rapid módon záró indítványban, egy képviselői módosító indítvány formájában került elfogadásra a táppénzzel kapcsolatos korlátot bevezető intézkedés. És most ezzel a két intézkedéssel önök együttesen azt állítják, hogy a táppénzen lévők azok lényegében a büntetendők kategóriában vannak. Azt sugallják, hogy a táppénzre az a beteg ember megy, aki vissza akar élni ezzel a biztosítási intézménnyel. Én azt gondolom, hogy szemben ezzel, amit ez az állításuk sugall, nos, a tények azt mutatják, hogy különösen az elmúlt 7 évben
Magyarországon a táppénz intézménye az a reális és racionális keretek közé került. Idézem a tavalyi OEP jelentést, amelyik úgy szól, hogy az utóbbi 7 évben sikerült közel azonos szinten tartani a táppénz kiadások arányát a költségvetésen belül, ami elsősorban a táppénzes lapok csökkenése hatására van így. Míg 2002-ben 45 millió volt a táppénzes napok száma, 2010-re 30 millióra csökkent, tehát mindegy 50%-kal csökkent, aminek nyilvánvalóan az az oka, hogy az emberek mai világban, ha kell még, betegen is inkább elmennek dolgozni, mert jobban féltik a munkahelyüket egy növekvő munkanélküliség, egy személyes egzisztenciára gyakorolt kihívás okán, minthogy megkockáztassák a betegszabadságot. Ezért azt kérdezem öntől, hogy milyen szakmai érv motiválta a megtakarításon túl, a megszorításon túl ezen intézkedés meghozatalát, és miért keltenek olyan hangulatot, hogy mindenki, aki él a táppénz intézményével, ami egy biztosítási forma, az táppénzcsaló. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés! Most válaszadásra megadom a szót Szócska Miklós államtitkár úrnak, aki időközben megérkezett. Önnél a szó, államtitkár úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A kormány egyik legfontosabb célkitűzése a munkaközpontú gazdaság és társadalom megteremtése. Ezt a célt szolgálta a táppénz kifizetés felső határának csökkentése. Szükséges annak világossá tétele, hogy a táppénz nem akkor és addig jár, amíg valaki ezt jónak látja, hanem eddig biztosítási jogviszonya, egészségi állapota és betöltött munkaköre alapján arra jogosult. Tapasztalataink szerint az aktív, illetve elbocsátott munkavállalók egy része a táppénzes lehetőségeket olyan esetben is igénybe veszi, amikor ez egészségügyileg nem indokolt. A táppénzcsalások visszaszorítását szolgálják a munkáltatói felkérésre végzett ellenőrzések is, melyek száma az utóbbi években jelentősen emelkedett. Ugyanakkor azt szeretném jelezni, hogy azzal mi is tisztában vagyunk, hogy ennek a világa nem olyan, mint a 20 évvel ezelőtti világa a táppénzcsalásoknak. A keresőképesség, keresőképtelenség elbírálásának felülvizsgálatát a főváros és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerveinek ellenőrző főorvosai és a szakigazgatási szervekkel a keresőképtelenség, keresőképesség megállapítását felülvéleményező tevékenységre szerződést kötött főorvosai végzik. A felülvéleményező főorvosi hálózat működtetésének célja elsősorban a jogosulatlan keresőképtelenség igazolás visszaszorítása, ugyanakkor a felülvéleményező főorvosok szakértelmükkel konzultáció keretében támogatják a kezelőorvost a munkájában. A táppénz maximum csökkentésével és a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően valószínűleg csökken a táppénzes esetek száma is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr, megadom a szót Kis Péter képviselőnek, viszont válaszra öné a szó, képviselő. Tisztelt államtitkár úr, tulajdonképpen díjazom a korrekt hangvételű válaszát, csak arra a kérdésre nem lelem a választ, és hát erre ön nem tért ki, hogy hogy függ össze a táppénzcsalás korlátozása a táppénz plafon felére csökkentésével. Ez a két dolog, ez kérem szépen logikailag nem függ össze, hogyha ön erre tud bármilyen magyarázatot adni, én készséggel ezt itt önnel, vagy utána itt a szünetben is állok rendelkezésére, megvitatom. Különösen azt nem értem, hogy miért volt szükség a betegszabadság eltörlésére a veszélyeztetett terhes nők esetén, és ez hogy függ össze a táppénzcsalás intézményével, vagy hogy hogyan lehetséges egy ilyen rendszerben, ami biztosítási jogviszonyú, ahol tehát én korlátlanul fizetek azért biztosítást, hogyha beteg leszek, akkor kapjak ellátást, hogyan fér az bele, hogy ezek után mindenféle vizsgálat nélkül, mindenféle párbeszéd nélkül, mindenféle hatásvizsgálatot nélkülözve egy képviselői indítvány formájában, záró módosító indítványban egyik napról a másik napra egy várományt megváltoztatunk, ezzel megfosztunk emberek százezreit jogos várományuktól. A csalók és a egyébként korrekt állampolgárok biztonsága között azt hiszem kell tudni dönteni, amikor önök döntést hoznak. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm. Államtitkár urat viszont válasz illeti meg. Megadom a szót, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A veszélyeztetett terhesekét a költségvetés vállalja, tehát nem kerültek ki ebből a rendszerből. Egyébként meg a táppénz mértékének az érdekeltsége van egy összefüggése, tehát ezért szólhatott így ez az indítvány. Köszönöm szépen a figyelmét. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Milyen feltételek mellett csökkenteni a kormány az élelmiszerek adótartalmát címmel? Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadással Csífalvé Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Köszönettel elfogadom. Képviselő úr, elfogadja a válaszadó személyét. Megadom a szót, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az élelmiszerek áfatartalmának csökkentése nem csak egy marginális kis kérdéskör, hiszen nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat, minden egyes honpolgárt és honfitársunkat érint az a kérdéskör, amelyről itt beszélünk, hiszen jelen pillanatban egy világválság utáni helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy a sárga csekek tengerében, a devizahitelesek csapdájában a napi terhek könnyíthetőek-e, avagy sem. Nem utolsó sorban ez a kérdés lenne alkalmas arra is, hogy a hazai termelőt, a hazai feldolgozott tudjuk helyzetbe hozni a külföldivel, idegennel szemben, hiszen elmondható az, hogy Európa korábbi éléskamrája, Európa szemétlerakójává vált. Ezen helyzeten nagyon könnyen tudnánk változtatni úgy, amilyen irányba egyébként önök elindultak, látszólag és papíron, hogy a közétkeztetés során a helyi termelő, helyi gazdának a terményét használjuk, dolgozzuk fel. Legyen ez igaz önkormányzatokra is, akik ne a Tesco-tól vásároljanak, hanem bizony a környékbeli gazdák terményei dolgozzák fel, és hozzuk helyzetbe azon magyar termelőket, vállalkozókat, akik hungarikumokat visznek a világpiacra, akik vállalták azt a terhet, hogy a nagyon sok versenyelőnnyel rendelkező multinacionális érdekeltségekkel szembe menve megpróbálnak megmaradni alaptevékenységüknél, megpróbálnak megélni a magyar földből, használva, de nem kihasználva azt. Ezért javasoltuk már többször is, amúgy népesedési szempontból is javasoltuk, hogy az élelmiszerek áfáját, a magyar, kimondottan a hazai termékek áfáját első körben 5%-ra csökkentsük, és tudjuk, hogy az Európai Uniós irányelvek lényegében szembe mennek azzal, hogy 5% alá csökkenthető legyen ez a tartalom, de mi azt mondjuk, hogy ez a kormány forradalminak érzi magát, akkor nyerjen csatát Brüsszelben, és ez az adótartalom, ez a válfatartalom a későbbiekben legyen tovább csökkentető, de minden esetre hozzuk helyzetbe a magyar termelőt, a magyar gazdát, és érjük el azt, hogy a Magyarországon nincs telen és nélkülöző milliók emberi árakon tudják elérni az egészséges, hazai, kiváló minőségű élelmiszert az idegen szeméttel szemben. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Csífalvay Zoltán államtitkár úrnak. Önné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Azt hiszem nem kell bizonygatni, hogy a kormány politikájában az adócsökkentés az beélik, tehát az adócsökkentés nem ellenzi. Ugyanakkor picit értetlenül állok az előtt a felvetés előtt, amit megfogalmaz. Ha jól értem, a legvége az úgy hangzott, hogy valami olyan adócsökkentés kellene, áfa csökkentés, ami tipikusan hazailag előállított élelmiszerekre vonatkozik, más élelmiszerekre meg nem. Hát ez egyetlen egy, nem is tudok mondani olyan élelmiszer terméket, aminél meg lehetne különböztetni, hogy ezt 100%-osan csak magyar termelők állítják elő. Tehát ez technikailag sem kivihető, nem beszélve más adójogi problémákról. Nyilvánvaló az élelmiszer áfa csökkentés egy olyan téma, ami megfontolandó. Ez esetben konkrét javaslatok, amivel előre tudnánk menni. Az élelmiszer áfájának csökkentése valószínűleg a fekete gazdaságra is pozitív, annak csökkentésére is pozitívan hatna ki. Itt azonban figyelemmel kell lennünk a költségvetési hatásokra is. Ugye? Tehát nyilvánvaló ennek költségvetési bevételi hatásai vannak. Én úgy gondolom, hogy itt komoly számításokra van szükség ahhoz, hogy bármifajta lépés kezdődjön, és semmifajta olyan adócsökkentést nem tudok elképzelni, amilyen valamilyen úton, módon megkülönböztetni ez esetben, ahogy ön említette, ez kivitelezhetetlen és nonsens, megkülönböztetni egymástól a hazai termelőt és a nem hazai termelőt, mert az áfa ebben az esetben, vagy bármilyen más adó kivetve, az magára a termékre vonatkozna. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr.
Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, öné a szó. Köszönöm a szót. Államtitkár úr, amit mi most számon kérünk, és amit szeretnénk elérni, az az önök 2009 tavaszán tett ígérete, és hogy ön ebből kiemelt egy részletet, mely szerint hazai vagy külföldi termékről van szó. Ez jogos vitatéma, egyébként vitatéma kéne, hogy legyen minden adójogi és egyéb vonzata ellenére. Ugyanakkor egy korábbi és mai napig nem teljesített ígéretnek a számon kéréséről van szó. Nem az MSZP-n kérjük számon, amely két ütemben kétszer emelte ezen áfatartalmat, nincsenek illúzióink tőlük, nem vártunk hasonlóakat. Ugyanakkor, ha költségvetési hatásokról beszélnénk, és arról, hogy a hazai termény elérhetővé tétele, vagy egyáltalán az élelmiszerek könnyebben elérhetővé tétele, ez költségvetési kiesést okozhatna, akkor beszéljünk arról, hogy adott esetben az önök államadósság törlesztésére és kozmetikázására fordított 100 milliárdjai semmiféle könnyítést nem jelentenek hosszú távon sem bizonyítottan az országnak, hiszen a nemzetközi spekuláns tőke majd annyival fogja a százalékokat emelgetni, vagy a Magyar Nemzeti Bank annyiszor emel alapkamatot az önök politikája ellenére. Tehát az így elhazárdírozott milliárdok helyett jó lenne, hogyha közvetlenül támogatnánk a hazait, a magyar termelőt, és ezáltal tudnánk az idegen ellen hatni, de legalábbis az áfatartalom csökkent. Tegyük könnyebben elérhetővé azt, ami hazai, ami könnyen elérhető, ami közel van hozzánk és a miénk. Köszönöm. Államtitkár urat, viszont válasz illeti meg, öné a szó. Köszönöm a szót. Tehát aláírva, nyilvánvalóan a hazai kis- és középvállalkozások vagy az agrártermelők támogatásra szorulnak, hogy versenyképességük erősödjön, ez a célunk. De azt hozzátenném, attól, hogy valakit támogatnak, az életben nem lesz versenyképes. Hát nem lehet az, hogy egyfolytában mankókkal támogatunk valakit. Arról szól egyébként a gazdaság, hogy kinyitjuk a piacot, versenyezzen mindenki, és aki ott megerősödik, az lesz igazán versenyképes. Én nem hinném, hogy az lenne a megoldás, hogy állandóan milliárdokat, 10-100 milliárdokat lapátoljunk bele valamilyen gazdasági szektorba, hogy úgymond várjuk tőle, hogy versenyképes lesz. Nem lesz soha. Csak azok az országok tudtak megerősödni és felnőni, amelyek megnyitották a piacukat és megnyitották a verseny előtt a piacukat. Ez az egyetlen egy út. Ezen kell haladni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés! Karácsony Gergely és Vágó Gábor, az LMP képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. Mi a baja a Fidesznek az autonóm kulturális kezdeményezésekkel címmel? Miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Szőcs Géza államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, képviselőt, elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Igen, elfogadja a képviselőt, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Nem igazán lehet koncepciót felfedezni a második kormány kultúrpolitikájában. Ezt olyanok is szóvá teszik, akik egyébként nyilvánosan is szimpatizálnak örökkel. De lehet, hogy ez nem is olyan nagy baj, mert lehet, hogy ha lenne koncepció, akkor ez eléggé szembe menne olyan autonóm kulturális közösségekkel, amelyek most az elterjedés szélén állnak. És úgy tűnik, hogy a Fidesz valójában nem fedezte föl, hogy van egy olyan kulturális mező Magyarországon, ami alulról jött, és ami a magyar fiatalok számára rendkívül fontos. Erre utal az a legutóbbi kormányrendelet, ami a zenés, táncos, szórakozó helyek szabályozását próbálja megoldani, de voltak éppen nem tud különbséget tenni egy mondjuk több százezres kulturális fesztivál és egy egyszerű diszkó között, és a kulturális fesztiválok szervezői, illetve a kulturális szórakozóhelyek szervezői fölhívták a figyelmet arra, hogy ezek mögött a szabályozás mellett nem igazán fogják tudni folytatni a munkájukat. A másik hír, amit mostanában hallani lehetett, és sajnos itt csak pletykákra vagyunk utalva, ezért kérdezem államtitkár urat, hogy mi itt a helyzet, hogy az állam szeretné átvenni a fővárostól a trafót, illetve szeretné valahogy rendezni a Gödör Klub sorsát is. Szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy mi a kormány szándéka azzal, hogy a trafót úgymond államosítja. Honnan lesz erre pénz, hiszen folyamatosan zárulások vannak kulturális területen, és amennyire az állam átveszi, akkor megmarad-e ennek az intézménynek a jelenlegi funkciója és a koncepciója? Azért kérdezem, mert ez az egyetlen hely Magyarországon, a kortárs kultúra helyszíne lehet, és azért vagyok egy kicsit bizonytalan ebben a helyzetben, mert azt érzékelem, hogy a kormányzat kultúrpolitikájában nem nagyon van helye az ilyen alulról jövő és alternatív kulturális kezdeményezéseknek, lehet, hogy nem lenne igazából jó kézben az államnál a trafó, illetve azt is szeretném kérdezni, hogy mit gondol a tűzraktér problémájáról, bár ez egy kerületi ügy, de azt gondolom, hogy országos jelentősége lehet a kultúrpolitikát tekintve. Köszönöm szépen!